Köszöntöm a Sopron Televízió nézőit. Az euró egyik atya, Lámfalusi Sándor, közgazdász, bankár nevét veszi fel. A Soproni Közgazdaságtudományi Kar vendégünk a kar dékánja, dr. Fábián Attila. Dékán úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást. Azt gondolom, hogy először érdemes a nézőinknek bemutatni Lámfalusi Sándort, hogy ki is ő. Lámfalusi Sándor Kapuváron született 1929-ben, és 2015-ben hunyt el Belgiumban. 1949-ben vándorolt ki Belgiumba, ahogy az előbb említettem, és utána ott is élt haláláig. Közgazdász professzorrá nőtte ki magát, hogyha tetszik, hiszen eléggé szegény körülmények közül indult, és a világot bejárta. Nem csak a neve, a tudása, az erkölcsisége, a tartása, és nagyon híres egyetemeken tanított, Angliában és az Egyesült Államokban, vagy éppen a belgiumi egyik legrégebbi európai egyetemen, a Löweni Katolikus Egyetemen. Egészen 2007-ig ott volt az Európa Intézetnek, az Európa Tanulmányok Intézetének a vezetője. És hát Magyarországon is elismerték a tevékenységét, hiszen Korvin Lánccal, Szent István rendel, és sorolhatnánk a kitüntetéseinek a számát, hogy mi mindennel tüntették ki munkásságát és emberségét. Boldog családapaként élte az életét, hiszen 4 gyermeke van, és úgy gondolom, hogy az a kar, aki egyébként 2004-ben honoris causa doktorává fogadta, méltán és talán egy picit joggal is választhatja az ő nevét a kar nevéül. Miért döntöttek egyáltalán a névfelvétel ilyen értelemben a névváltozás mellett? Hát ennek kettős oka van. Egyrészt a karnak a profiljában most már nagyon régóta fontos szerepet tölt be a pénzügy, illetve a számvitel, és mint ahogy a fölvezetőben is elhangzott, Lámfalusi professzor úr bankár volt, az euró egyik atya, annak a munkacsoportnak a tagja, aki kidolgozta az euró bevezetését, az Európai Monetáris Uniónak a keretrendszerét, és hát az Európai Központi Banknak az alapítója volt egyúttal. Tehát ez a két terület, ez összhangban van egymással. Számunkra nagyon fontos stratégiai terület a pénzügy, illetve a számvitel. Az országban másodikként épp talán egy hónapja sincsen, hogy akreditálták a pénzügyi mesterszakunkat. Így hát gyakorlatilag a teljes palettát tudjuk ezen a területen kínálni, a pénzügyi bachelor szaktól egészen a pénzügyi doktorképzésig, ugyanígy a számviteli területen is. Tehát ez egy fő stratégiai vonal, és ebben professzor úr tevékenysége kiválóan beilleszthető, ez az egyik. A másik pedig az, hogy az egyetemünk nagy átalakulásokon ment át az elmúlt években, január 1-től Sopron Egyetemként fogunk működni valószínűleg, tehát egy négykarú városi egyetemmé avanzsálódunk, és ebben a különböző karoknak, illetve az egyetemeknek is helyet kell találni, tehát hogy mi lesz a következő éveknek, reméljük évtizedeknek a stratégiai elképzelése, és mi úgy apostrofáltuk magunkat, hogy mindenképpen fölfele kell versenyeznünk, tehát egy közép-európai elismert, ismert karrá szeretnénk magunkat kinőni. Ebben persze rengeteg feladat van, tehát ez nem megy egyik napról a másikra. Minden esetre úgy ítéljük meg, hogy a léc az Lámfalusi professzor úr, és az ő neve és az ő munkássága. Ha ezt a lécet szeretnénk átugrani, akkor ezen az úton valamikor el kell indulnunk, ez most következik be, és reméljük, hogy meg tudunk mindent tenni azért, hogy simán átugorjuk ezt a lécet, amit ő emelt nekünk. Mikor a környezetemben beszélgettem, sokan kérdezték tőlem, és lehet, hogy öntől is, hogy nem az alapító dékán, professzor dr. Gidai Erzsébet nevét veszi fel a kar. Hát ez egy érdekes kérdés, már csak azért is, mert professzor asszonynak a munkásságát én úgy gondolom, hogy a kar teljesen magáinak vallja, hiszen termet neveztünk erről, az egyik nagy előadónkat neveztük erről, hiszen számára az oktatás volt a legfontosabb, mindig a diákokkal való foglalkozás volt a legfontosabb. Vallotta is, hogy az ő ajtaja mindig nyitva áll a diákok számára, az egyetemisták számára. Egyébként pedig egy szép szobrot helyeztünk el az aulában, megünnepeltük szoboravatás keretében, és én azt gondolom, hogy professzor asszony mindig olyan szerénységgel tette a dolgát, és olyan méltósággal párhuzamosan, amelyet szerintem a kar már soha nem tud az életéből sem elfelejteni, sem kitörölni, sem megemlékezéseket elfelejteni róla. Az ő munkássága ehhez az épülethez, ehhez a karhoz, ennek a felépítéséhez kötődött, de bizonyára egyetértene azzal, hogy tovább kell lépnünk, és egy magasabb fokozatra kell helyezni a karnak a működését, és ez talán Lámfalusi professzornak a neve, illetve Lámfalusi professzornak a munkásság, ami európai léptékű, az jól fogja tükrözni. Én úgy gondolom, hogy nem haragudna ránk,
Én úgy gondolom, hogy egyetértene vele, és üdvözölni ezt a döntését a Kari tanácsnak. És talán, hogyha a két személyiséget összesítjük, professzorasszonynak a hallgatóbarát, építkező voltát, Lámfalusi professzornak az európai hírnevét, akkor ez a Kar jó úton jár. És ők ketten együtt adják majd a mi erőnket. A Simonyi Károly karnév felvétele után könnyű helyzetben vagyok a következő kérdésnél, hiszen nem egyszerű egy névfelvétel. Hogyan sikerült elérni például a családnál, hogy a soproni közgazdaságtudományi kar fölvehesse Lámfalusi Sándor nevét? Hát ez nem most kezdődött. Gyakorlatilag februárban felvettük a kapcsolatot a családdal, nevezetesen az egyik fiúgyermekkel, Krisztóf Lámfalusival, hiszen ő a Lámfalusi hagyatéknak a gondozója, és egy óvatos levélben megkérdeztük, hogy mit szólna a család ahhoz, hogyha egy a régiónkban született, a megyében született közgazdász professzornak a nevét egy itt tevékenykedő kar fölvenni, hiszen, ahogy elhangzott a felvezetőben, Kapuvár szülötte, de Soprontól sem állt távol, hiszen bencés diákként itt tanult Sopronban. És hát a család hál' Istennek nagyon pozitívan reagált, nyilván óvatosan közelítették meg ők is a kérdést, végül is egy szándéknyilatkozattal elfogadták azt, hogy mi ezt megtehessük, és hát azóta elkezdődött az a jogi procedúra, meg az az eljárásrend, amivel eljutottunk a mostani csütörtökig, hiszen a kari tanácsunknak azonosulnia kellett vele, a karnak azonosulnia kellett vele, nem egy egyszemélyi döntés, hanem ez mindig egy közösséget kell, hogy jelentsen, és a közösség azonosulni tud vele, akkor lehet tovább menni ezen az úton. Majd a szenátusunk is támogatta, ez együtt jár alapítóiratmódosítással, együtt jár ügyrend, úgynevezett ügyrendmódosítással, és sok minden olyan jogi lépéssel, amin keresztül aztán végül is eljuthattunk oda, hogy az EMMI-hez, az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújthattuk a kérelmünket. Ez az eljárás még folyamatban van, és ugyanúgy a regisztrációnk is, amit az oktatási hivatal tesz meg. Egy biztos megnyugtatta bennünket, hogy a következő év felvételi tájékoztatójában már úgy szerepelünk, hogy Lámfalusi Sándor közgazdaságtudományi kar. Említette a közösségi döntést. Volt vita, vagy egyetértés volt? Nem volt vita, hál' Istennek. Természetesen szabad volt beleszólni. Ez egy demokratikus intézmény a kari tanács, illetve egy kar élete is demokratikusan kell, hogy történjék. És a kollégák egyből üdvözölték ezt a javaslatot, és látták ennek a küldetését, látták ennek a jövőjét. Csak pozitívan szóltak mellett a kari tanácson is, tehát úgy hiszem, hogy vita nélkül és szinte egyhangú felkiáltással elfogadta a kari tanács, és innentől kezdve ment a maga útján az eljárásrendünk. A néven és ön által is említett alapítókirat és egyéb változáson kívül milyen változást hoz vagy hozhat a kar életében a névváltás, a névfelvétel? Hát, hogy említettem, egyrésztről egyfajta magasabb szintű célokat kell elérnünk. Ez természetesen önmagában még homályosan hangozhat, de minden esetre az oktatásban ez azt jelenti, hogy az idegen nyelvi képzéseinket meg kell erősíteni. Hál' Istennek már most vannak Európán kívülről érkező diákjaink is a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal. Ez az első lépés, de meg fogjuk erősíteni az angol nyelvű képzésünket, hogy mi többen jöjjenek. Talán ismert a városban, hogy németül már a teljes spektrumban, tehát a bachelortől a master degree-n keresztül a doktor képzésig németül már tanítunk. A következő lépés az az lesz tehát, hogy angolul is ezt a palettát kiteljesítsük, és a bachelortől egészen a doktorképzésig összeérjen a képzésünk, hiszen doktorképzésben már tanítunk angolul, mesterképzésen, igen, a bachelorképzést építjük most. Tehát ez az egyik része, hogy az oktatási területen valóban Közép-Európában meg tudjunk jelenni, és valóban olyan típusú képzéseket tudjunk kínálni, amire nem csak magyar, hanem határokon kívüli, nem csak Kárpát-medencei, hanem Kárpát-medencén túli, nem csak európai, hanem Európán túli diákok is jelentkeznek majd. Erre a földrajzi pozíción kiváló, hiszen geopolitikailag egy olyan térben vagyunk, Bécs és Pozsony közelségében, csodálatos természeti környezetben, csodálatos tradíciókkal rendelkező várossal és környékével, hogy azt gondolom, hogy minden entitásunk megvan hozzá. A másik terület pedig, csak röviden, a kutatási téren nagyon nagyot kell előrelépnünk, hiszen egy oktató-kutatóintézményé válik majd a Soproni Egyetem, és ebben a karunknak is vannak kihívásai, a kollégáinak is vannak teendőik. Akkor, ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen Európában vagy a világban Lámfalusi neve egyfajta garancia, és ennek a névfelvétele önökre ráfókuszálja az érdeklődőket, vagy akár a szakembereket. Egyelőre valóban így van, tehát egyelőre Lámfalusi professzor úr neve az, ami számunkra egy olyan értéket képvisel, ami Európában és a világban mértékadó, de én úgy gondolom, hogy ha ezen az úton haladunk, amin eddig is a kollégáimmal, munkatársaimmal együtt tettük,
akkor fölnőhetünk az ő nevéhez, és akkor már egyfajta közösséget vállalhatunk azzal, amit ő képviselt. Van teendőnk, nem állítom, hogy ebben a pillanatban európai léptékben, de még csak közép-európai léptékben sem vagyunk olyan mértékadóak, amelyek esetleg egy bécsi egyetemet jellemeznek, vagy akár egy katolikus egyetemet Leuvenbe, de minden esetre, hogyha nem ezt a célt tűzzük ki magunknak, akkor oda sosem fogunk eljutni. Álmodj a holddal, és aztán juss el a fellegekbe. Lehetséges, hogy nagyon nagyot álmodunk, de úgy hiszem, hogy ha sokat lépünk előre, és Európában, Közép-Európában minden esetre megismerik a Soproni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának a nevét, akkor már megtettünk mindent, amit meg kellett. Ön említette a csütörtöki ünnepséget. Milyen ünnepség lesz, kik lesznek jelen? Az ünnepség 10 órakor kezdődik a Közgazdaságtudományi Kar aulájában, ahol a társkarok képviselői mellett Fodor Tamás polgármester úr is megtisztel bennünket, reményeink szerint Kapuvár polgármestere is eljön, és ott lesz az ünnepségen, hiszen Kapuvár szülötte Lánfalusi Sándor. Úron Ákos helyettes államtitkár úr, aki a Földművelési Minisztériummal az erdészeti ügyekért felel. És hát reméljük, hogy a meghívottak között Sopron város prominensei, illetve a barátaink mindannyian jelen lesznek és velünk fognak ünnepelni. Hosszú lenne a lista, hiszen több mint 40-en jeleztek vissza a meghívottak közül, és hát bízom benne, hogy még többen még a hét elején visszajeleznek, hogy úgy döntenek, hogy velünk fognak ünnepelni, és velünk együtt örülnek annak, hogy felvehetjük professzor úrnak a nevét. Professzor úr családja? Professzor úr családja természetesen itt lesz, kedves felesége, illetve két gyermeke, Izabel és Krisztóf. Anna-Mari Lánfalusi, Krisztóf Lánfalusi és Izabel Lánfalusi itt lesz az ünnepségünkön, és hát óriási nagy öröm a számunkra, hogy Anna-Mari Lánfalusi az özvegye professzor úrnak lesz a zászlóanya, hiszen zászlót is avatunk ezen alkalommal. Dékán úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt és tájékoztatta nézőinket. Köszönöm szépen, és ha bárkit érdekel a városból ez az ünnepség, és szívesen részt venne, a Közgazdaságtudományi Kar ajtaja mindig nyitva áll a város lakói előtt, és várunk mindenkit szeretettel. Kedves nézőink, én már a kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmüket, búcsúzom, a viszontlátásra!